Gyakran halljuk a neoliberális kegyetlenségüket leplezni akaró hatalmasoktól a képmutató, semmitmondó frázist. Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén. Mi sem bizonyítja jobban, hogy ez a frázis tényleg mennyire képmutató és üres, mint hogy a rendszer nem úgy az éjbérért dolgozó közmunkásokat, a budapesti gettókban és a reménytelen helyzetű istenháta mögötti falvakban élőket, az egészségügyi dolgozókat, a tanárokat, a munkásokat, a hajléktalan embereket, de még a belsőségehez legközelebb álló Sameszait is szemrebben és nélkül hagyja az út szélén. Megkezdődött Mennyi Roland pere. Boldog István fideszes képviselő és Nagy Szilárd Kengyel korábbi polgármestere. Ő az, aki Boldog István ellen tett vallomást, így indulhatott el a nyomozás a képviselő ellen. Nem követtem el semmilyen törvénysértést, és sajnálom, hogy ez az eljárás sokak számára okoz kellemetlenséget. Ezt írta a közösségi oldalára Simonka György fideszes képviselő, aki ellen költségvetési csalás miatt emelt vádat az ügyészség. A 18-as választások óta beharangozott régi vágású keresztény demokráciáját Orbán Viktor a saját zsebre dolgozó vidéki Döbrögig, illetve a nagyvárosi kokain tagozat hátrébb vezénylésével próbálja építgetni. Van, akinek ez konkrétan börtönt jelent, másoknak a börtön fenyegetését, és akadnak olyanok is, akiknek egykor volt szép karrierje, végtelenül megalázó bulvár ösztűzben múlt ki. A mai adásunkban végigvesszük, hogy sorban kiket, hogy éppen az út szélén a nemzeti együttműködés, és vajon miért épp őket. Hiába a legnagyobbaknak is bukniuk kell. The best thing our heroes can do is die before they disappoint us. If Martin Luther King Jr. was still alive, he'd probably be doing mattress commercials. Ráadásul a mostani adásunkban tárgyalt kiskirályok még hősök sem voltak. Mégis, még az elmúlt évtizedekben csak nem nulla fideszes vagy Fidesz közeli üzletember került partvonalon kívülre, addig mostanra újabban többeket utolérni látszik a igazságszolgáltatás. Na mi van? Paul Péter megtalálta volna a tökeit? Lószart, mama! Valóban, valószínűleg nem a Ned Starkot, sokkal inkább a Péter Gábor találhatta meg magában. Amit látunk, az egy hosszú távra berendezkedő rezsim konszolidációja, mondhatni elkádárosodása. Részben kirakat perek ezek a publikumnak, hogy mutassák, ők aztán még a saját pártjukban is küzdenek a korrupció ellen, részben belső hatalmi harcok lecsapódásai, részben pedig üzenet a többi, netalántán méreténél nagyobbra törekvő kádernek, hogy nix ugri bugri, és a miniszterelnöke három szóval összefoglalható alapvető politikájának a gyakorlatba ültetésére kiváló alkalmat szolgáltatott, hogy fordulatot hozott az önkormányzati választás Budapesten és több nagyvárosban. Az ellenzék jelöltje Karácsony Gergely lett a főpolgármester. A fővárosi közgyűlésben pedig ellenzéki többség lehet, mert annyi kerületben vesztettek a kormánypártok. Az eredmények hatékonyan is a 2022-es országgyűlési választásokhoz képes jó időben mutatták meg a vezérnek, hogy merre recseg ropog a rendszer. Ráadásul remek alibit is szolgáltatott, hogy a Lajos király trónfosztásával hozzávetőlegesen 2015 körül suttyomban megkezdett leszámolás magasabb fokozatba kapcsolhasson az elvártnál gyengébb eredményt szállító helyi kiskirályok ellen. Tudnak még követni? Az idei évben értünk el oda, hogy már három nyilvános lefejezést is láthattunk. Mostani Partizán Infóban a három kiskirály trónfosztását és Orbán még pár aktuális vezér áldozatát elemezzük végig, nézzük meg. Úgyhogy tarts velünk, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, eddig nem tetted volna meg, illetve ha tetszik a tartalom, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje itt a leírásban érhető el. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Partizán Infó, kezdünk! Kezdjük egy vallomással. Igen, van valami ebben a körúton belüli szűke perspektíva kritikával kapcsolatban. Ugyanis Budapesten élve elképzelni is nehéz, hogy a közmunkába zárt vidéken milyen döbrögiket és a hortikori ispánokat megszégyenítő kiskirályok hatalmaskodnak a polgártársainkon. Tóni, ki ne gyere a kazánból? Ki ne gyere? Mi ne mennék? Mi ne mert tudod, hogy betüzellek, mert rosszat tettél. Hát elég baja. Most azért, hogy megittem egy fél decit, azért kell elégetni az ember. Azért. Mert te haragszol a cigányokra, meg azt mondtad, hogy minden cigán kikégetel el, ezen próbálod ki. Csak azt, amelyikre haragszok?
Hát mindenkire haragszom. Ne beszéljél! Hát van itt van négy cigány, azt mondtad, hogy ezt a héten elégetek. Kéne gyere! Csak a Pócs János. Hát jó, jó. A Fidesznek 10 évnyi garázdálkodás után nem azért van kétharmada, mert bárki örömmel szavazna rá, nem is csak azért, mert a közmédia, meg mert lépített a jogállamot, meg mert nincsen ellenzék, hanem mert az ország minden egyes régiójában ilyen és ehhez hasonló csákmáték uralkodnak, akik rettegésben és kiszolgáltatottságban tartják a polgártársainkat. Három ilyen kiskirály a mai Partizán Info három hőse. Mennyi Roland Borsodban, Simonka György a viharsarokban, és Boldog István a nagykunságban volt élet halálura. Mindhárom bukott kiskirályról elmondható, hogy rettenetes természetük volt, a pályaívők csúcsán legalábbis mindenképp. Mennyi, mint köztudott, Voldemortnak szólítatta magát, máskor pedig Főispán uramnak, pontosabban nem kérte ki magának, ha így illették. Simonka nagy fehér főnökként volt ismert. Boldog István pedig, hát... A betyárok azok olyan emberek voltak, hogy a szegény embert nem bántották, csak a gazdagot. Mennyire gazdag? Mindhármuk mágnessel húzta be a haragosokat, így fordulhatott elő, hogy bukások idején pezsgők durrantak szerte a megyékben, a büntető ügyek idején pedig nem szűkölködtek az ügyészek a terhelő és feltáró tanúvallomásokban. A három királyokhoz hasonlóan tucatnyi helyi kiskirály érezte magát egyre támadhatatlanabbnak, csak mert pártkasszára is dolgoztak, és mert azt hitték végtelen és a szükség a tevékenységükre. Hát, tévedtek. Jelenleg a büntető eljárás különböző szakaszában tartanak. Mennyi már a kaptárban, 4 év letöltendőt kapott a 168 órában, 2016-ban bemutatott eset nyomán. Mennyi valóban túl magasra nyúlt. A bíróság bizonyítottnak találta, hogy 500 millió forint EU-s pénz lenyúlásához tette meg a szükséges előkészületeket. Simonka György a vádlottak padján ül, Boldog István gyanúsított. Mindketten Mennyihez hasonlóan uniós pénzek körül babráltak. Simonka még Voldemort módszerét is átvette. A helyi szövetkezetek kiépítését segítő pénzek lefölözésére családtagjaival fiktív szövetkezeteket csinált, hogy lenyúlja Adellát. Boldog pedig egyszerűen vigyázott rá, hogy a hozzá bekötött vállalkozások vihessék el az EU által finanszírozott munkákat a térségben. Persze szögezzük le a béke kedvéért, hogy Simonka és Boldog esetében ez még csak az ügyészség gyanúja, és hát mindannyian tudjuk, hogy Polt Péter, hát nem tévedhetetlen. Mit szól ahhoz, hogy a bíróság ugye azt mondta ki egy ítéletben, hogy lehet azt mondani az ügyészségre, hogy fideszes? Erre azt tudom mondani, hogy a bíróság ezt azért mondta, mert ezt arra alapította, hogy véleménynyilvánítás szabadsága van, véleménye pedig mindenkinek lehet. Tehát, és ön fideszesnek tartja az ügyészséget? Mondani természetesen, ha objektíven nézzük és ha a tényeket néznénk, tehát hogyha ez tényállítás lenne, akkor ennek semmilyen alapja nincs. Persze, ebben az ügyben nem látott semmilyen megalapozott gyanút a főügyész úr, akkor azért a perbe fogott Mennyi Simonka Boldog trió esetében gyaníthatjuk, hogy akkora ez az alap, amit már a Polt vastag bőre sem tudott elviselni. Hiába, a három királyoknak bukniuk kellett. Fényes izmánk is megrogyott, hoztunk aranyat 6 marékkal, tömjén egész vas fazékkal. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Jó éjszakát kívánok! Én is, Pappa Mennyi Papa. De kik is ezek a kolbászuk csócsált a három királyok? Rövid portréjukat sokat mondó végignézni. Nem feltétlenül azért, hogy megértsük, hogy kiknek kell bukniuk Orbán rendszerében, sokkal inkább azért, hogy arról legyen egy képünk, hogy milyen emberekből válhat egy-egy országrész teljhatalmúra. Mennyi Roland a borsodi Fidesz 2010-es szétzavarása után jutott pozícióhoz. Ekkor a budapesti központ utasítására lefejezték a helyi pártvezetést, elcsapták az alapítókat is. Máig nem egyértelmű, mi volt a gond velük. Ha csak az nem, hogy a megye sosem tudott igazán fideszessé válni. A rendszerváltás előtt Miskolc és környéke hardcore MSZMP-s volt, Grósz Károlynak, az állampárt kádárt váltó utolsó pártitkárának volt a hátországa. És ha kell, az ellenséges, ellenforradalmi erőkkel szemben határozottan fel tudunk elépni. Ha nem, az anarchia a K-hoz, és ne legyen illúzió,
a fehér terror fog eluralkodni. De Borsodban az anarchia, a káosz és a fehér terror eluralkodása után is megtartotta pozícióit az utódpárt. Az MSZP megyei erős embere a szép emlékű Gúr Nándor lett. Ember, miről beszél? Nem veszi észre azt? Beszélek, és nem, veszi észre azt, hogy egy olyan rezsim működik ebben az országban, ami mindent megenged magának? Nem veszi ez a válasz a Humboldt Györgyre, hogy milyen a rezsim? Azt? Nem veszi észre azt, hogy talán azt a rezsimet kellene a sajtó pártatlansággal egyetemben lebontani, amelyik tisztességtelen módon visszaél a hatalmával? Gúr után a megyét nem a Fidesz, hanem a Jobbik hódította meg, és lassan kezdjük azt hiszem visszasérni az arrogáns szociai tanárbácsit, de még talán Gúr Nándort is. Az ellenzék közös jelöltjeként a Jobbikos Bíró László indul majd az októberi tiszaújvárosi időközi választáson. Gyomorgössről nem tudunk, de nehéz pillanatokat okozott a jelöltnek az elmúlt napokban az, hogy a kormánypárti Magyar Nemzet elővette a pár évvel ezelőtti Facebook posztjait. Ezekben Judapestnek nevezi a fővárost, vagy épp tetűcsúszdásoknak a szállodák zsidó vendégeit. Egy első lépésnek nagyon jó volt, amit mondott, tehát őszinte bocsánatkérést hallottunk, és azok a dolgok, amiket tudunk a jelöltről, hogy milyen közösségi munkát végzett, azok korábban meggyőztek a személyiségéről, de nagyon fontos, hogy hogy reagál az elkövetkezendő időben. Ugyanezt mondta a DK, az MSZP és az LMP képviselője is híradónknak. A bocsánatkérés után tehát nem bontják fel az együttműködést, továbbra is Bíró az ellenzék jelöltje. Pörgessük csak vissza az eseményeket? Hogyan is jósolt Grósz papa? Az anarchia, a kához, és ne legyen illúzió, a fehér terror. Hát, jó. Bíró Lászlónak a fehér terrorra még nem volt alkalma, de erről alul is gondoskodott már a Fidesz. Voldemort nagyúr bevetésével. 2010-ben is megelégelték, hogy Borsod politikai élete még mindig olyan színű, mint a vérhas után a nagyfosas, ja, vöröses-barna, és már nagyon odahánytak volna valami narancsos okádékot is. Felső párt utasítása a megyei közgyűlés élére Mennyi Rolandot választották, aki a BASZ 12-es számú EVK-ját megnyerve országgyűlési képviselő is lett, és 2014-ben újrázott is. 18-ban már nem indult, Koncz Ferenc kapta a pozícióját, akinek a helyére ugye Bíró Lászlót próbálta gőzerővel betolni az ellenzék. Most egy jelölt áll szembe, egy jelölttel. Bíró Lászlónak hívják a mi jelöltünket, a mi közös jelöltünket, aki immár le fogja győzni október 11-én a Fidesz párkatonáját. Szavazzanak Bíró Lászlóra! Jaj, de szépen endorszált a Ágnes asszony a demokratikus elvtársát! Hagyjuk is. Térjünk vissza adásunk témájához, Voldemorthoz. Ki volt ez az ifjú Mennyi? A Tom Denem, akiből később aztán a sötét nagyúr lett. Mennyi Tiszaújvárosban született, de amikor 2010-ben közgyűlési elnökké vált a helyi Fideszben, mármint annak romjain, senki sem ismerte alaposabban. Egyértelmű volt, hogy Budapestről vezényelték, emlékeznek ma is borsodi fideszesek, nem csoda. Fiatalkori borsodi éveiben még nem a politikai karrierjét, pusztán a testét építette. Az Index róla készült portréja szerint Budapestre költözése után a 90-es évek elején a köztársasági őrezred állományába került. A tisztelt házban szolgált objektumőrként. Úgy tűnik fideszes körökben úgy gondolják, ahhoz, hogy valaki a vezér auráját méltőn be tudja fogadni, mindenképp kell egy-két szent erekék őrzésével eltöltött év. A legkorszerűbb elvek alapján készült, én azt gondolom, hogy talán ma a kontinensen nincs is, csak Angliában ilyen szintű vitrin. Mennyi a halott erekék után már élőket is őrizhetett. A legfelsőbb bíróság akkori elnökének lett a sofőrje és személyi testőre. Ekkoriban ismerkedett meg későbbi feleségével, Mennyi Ramónával, akitől a fideszes közeg és a magyar média szexizmusa utólag elsikkasztott a lánykori nevét, szóval mi is házasságuk előtt is férjezett nevén fogunk hivatkozni rá, és ezúttal most ezt nem is bolygatom tovább, hiszen... Nem merem mondani, mert Ákosnak ebből nagy baja lett. Hát a nőnek az egyik feladata az, hogy szüljön gyereket, akár nekem is. Na hát, Mennyi Ramóna egy gyereknél férje számára feltehetőleg sokkal értékesebb dolgot szült, politikai karrierjét. Ugyanis ő már akkor is fontos ember volt a fővárosi fideszes körökben, mikor a leendő sötét nagyúr még bírókat furikázgatott. Mennyi Ramóna üzlettársa és kerületi simicskája volt a 8. kerület Kocsis Máté előtti erős emberének,
Juharos Robertnek. Juharost nem írták ki azóta sem, még mindig ott bingizik a háttérben, ritkán nyilatkozik, de Pikó András győzelme után sikerült elkapni a kerületi lap riporterének. Hát, beiratkozhatott volna Gurnándorhoz egy jó újságíró kioktatás tanfolyamra. Képviselő, kérdeztetek? Józsefváros újságtól vagyom. Hogy ne kérdezhetnem? Azt szeretném kérdezni, hogy a két... Gyalázatos munkát végez a Józsefváros újság egyébként. Teljesen egy oldalon is félretájékoztatja Józsefváros polgárait. Egy észak, hogy is mondta a polgármester úr, hogy egy ilyen észak-koreai stílusú hangvétel volt. Eddig én nagyon örülnének, hogyha végre közszolgáltatási tevékenységet végeznek, eddig nem sikerült. Nem nagyon tudjuk megszólítani a Fideszt az újságban. Az újságban. Ja, ez videó lesz. Hát természetesen nem fogunk addig nyilatkozni, addig egy az egyben meghamisítják minden szavunkat, egészen mást közölnek le, teljesen a valóságtól és az élettől elrugaszkodott válaszokat adnak a mi számban, amit onnan nem hangoztak el. Na nézzük csak, az irány jó. A szóhasznált is csillagos ötös. Észak-Koreához hasonlítani egy kerületi újságot, igazi kreativitásról a tanúbizonyságot, de a Gurnándori elegancia hiányzik. Látszik a versenyzőn, hogy izgul, kapkodja a levegőt, és a felháborodásra sem hisszük el, hogy valódi. Sajnos kiabál róla a képmutatás. További nyilvános szereplés nem ajánlott. Indokolt volt tehát, hogy a 8. kerületi Fidesz arca ne Juharos, hanem a kamera előtt sokkal otthonosabban mozgó Kocsis Máté legyen. De azért megmaradt jó kapcsolata a fideszes belső körökkel, és megmaradt üzlettársáé Mennyi Ramónáé is, egészen a mai napig. Például nemrég derült ki, hogy Voldemortné őnagysága a Budai Vár ingatlan vircsaftjában is kedvezményezett volt. Havi 20 ezer forintért bérelhetett ingatlant az ekkoriban fideszes első kerülettől a dísztéren. Ismétlem, itt, az ország legfrekventáltabb terén havi, rühes, nyeves, 20 ezer forintért. Hú. Felesége volt hát az, aki Mennyi Rolandot kigyúrt testőrből a Fidesz belső körének tagjává tette. Az ifjú Denem Budapestre fölkerülve hamarosan beiratkozott a magyar Roxfordba, azaz a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karára, amit sikerrel is végzett. Addig azonban a barátnője rokonságához tartozó Petrás István milliárdos ingatlan vállalkozónak dolgozott a féle stróma, lóti, futi, táskahordó pozícióban. A józsefvárosi Juharos Robert lenyített ezen a státuszon, az Index szerint, a castingra a Lendvai utcában is ráborintottak, a borsodi végeken pedig csak azt észlelték, hogy megjelent a színen egy ismeretlen figura hatalmas hátszéllel és még hatalmasabb pofával. A társadalmi felzárkózás vagy felzárkóztatás az egy nehéz, hosszú és rögös út lesz. De meggyőződésem, hogy amíg ezt az utat végigjárják, nekünk a törvény erejével és szigorával kényszerítenünk kell őket, hogy olyan nyelven kell hozzájuk szólnunk, amit megértenek. Mindenhol van egy jól meghatározható csoport, aki rettegésben tart, félelemben tart, roma és nem roma embereket is. Milyen jó beszél a képviselő úr, valóban igaz az, hogy vannak ezek a csoportosulások, amelyek romákat, nem romákat egyaránt megfélemlítenek, sőt még saját maguktat is meglopják, ha arról van szó. És hát tényleg kizárólag a törvény erejével lehet bármi szót is érteni velük, hiszen más nyelvből nem értenek, ahogy azt Mennyi képviselő úr példája is ékesen bizonyítja. Szóval ebből a vitából is látszik valamennyire, hogy nem véletlenül szólították Mennyit úgy, ahogy tényleg egy hatalmas, tudjuk ki volt. De ő nem elégedett meg a nemes címmel és a hatalommal, fideszes oligarchához méltó életet is szeretett volna magának. Bár az általa elsíbolni próbált 500 millió EU-s pénz, igazán csak apró pénz fideszes körökben, 12-szer kellett volna kivitelezni az ügyletet csak ahhoz, hogy Mészáros Lőrinc jaktját megvehesse, és neki még egyszer se sikerült. Nem csoda, hogy hamar ejtették szegény, sötétfejű nagyurat. De ki, vagy pontosabban mi volt a mi kis borsodi Voldemortunk Harry Pottere? Mi hozta el a végzetét? Az ügy és a terv jóval egyszerűbb volt, mint az, hogy Tom Denham diákkorában csinált egy horcruxot, aztán amikor Voldemort lett és meg akart ölni a csecsemő Harryt, akkor... Hogy is volt ez? Jó, oké, bele se menjünk.
A lényeg az, hogy itt egy jó kis EU-s korrupciós történetről van szó, és a britek úgyis már brexiteltek, úgyhogy nem fontos. A lényeg, az EU kiírt egy pályázatot, amelyen szövetkezetek indulhattak el. A pályázatot és a pénzosztást az EMMI koordinálta. Mennyi elhintette az ismerőség körében, hogy van ez a lehetőség, és ő majd elintézi a minisztériumban, hogy úgy írják ki a pályázatokat, hogy azok a szövetkezetek, akik lerották a tizedet a nagyúrnak, előnyös pozícióba kerüljenek. Azután pedig, szólt a terv, természetesen nyerjenek is, de idáig már nem jutott el az ügy, mert a híres nagyúr már a megkenésnél lebukott, a NAV pénzügyi nyomozóim figyelték, amint átvesz egy zacskót, amelyben a lehallgatott beszélgetések alapján 5 vagy 10 millió forint lapult. Mennyi vallomása szerint? Női ruha? Vagy pálinka? Sompálinka. Ez mindig tradíció volt. Választásokat is lehet, hogy azért nyertük meg 2010-ben, akkor egy különlegesen jó évjáratra volt. Amint látszott, hogy szorul a hurok, hirtelen mindenki elkezdett valami mennyi ellen. Például az az államtitkár is, akinek jogköre volt az EMMI-ben, hogy kiírja a pályázatot, amelyet a nagyúr meg kíván csapolni. Név szerint Köpeci Bócz Tamás. Köpeci, amikor tanúként hallgatták ki Mennyi perében, elmondta, hogy Mennyitől megkapta, szó szerint leírva, hogy hogyan írják ki a megcsapolni vágyott pályázatot. Amint fogalmazott, az valóban ritkaság, hogy ilyen kidolgozottságú projektjavaslat érkezel a minisztériumba. Ritkaság, jegyezte meg magában, de nem nagyon akadt föl rajta, továbbította helyettesének, és végül tényleg a Mennyi által diktált szöveggel jelent meg a kiírás. Köpecit nem vádolták meg Voldemort ügyben, csak tanúként hallgatták ki. Ettől függetlenül ő sem érte sokkal túl a nagyurat. 2016-ban 15 közpénztolvajlás és segédlettel eltöltött esztendő után fájdalmas szívvel, de menesztette Balogh Zoltán. Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engem? Így hát, kedves kis angyalom, nem lehetek a tiéd. Kitörte a kezét Mennyi, kitörte Köpeci Bócz, és persze azóta már kedvenc Kántor miniszterünk is leesett a miniszteri lóról, de ez már végképp egy másik történet. És akkor a Trónok harca Fidesz Edition adásunkban ismét be kell vezetnünk egy újabb karaktert, mert ez az új karakter lesz az, aki meggyilkolt hősünket összeköti a helyét betöltő karakterrel, Simonka Györggyel. Ő, ez az összekötő karakter, nem Sansa Stark, hanem egy nálánál sokkal sötétebb és gyanúsabb figura, Holbok Sándor. Szóval bocs, nem, így nem jó a kép, inkább valahogy a Littlefingert hozzátok be, jó, igazán impresszív a hasonlóság. Szóval a Fidesz kisujjának, Holbok Sándornak van egy cége, a Public Sector Tanácsadó Kft. Ismerjük a magyar közéletben a tanácsadó cégek szerepét, és már rég rájöttünk, hogy a Kft. Valójában nem azt jelenti korlátott felelősségi, hagyjál meg komolyan, hát itt érsz te. Nem. Írjátok ki nyugodtan, korrupcióért felelős társ, így ez az. Na, és Holbok cége, a public sector valóban rászolgált a névre, mind a kettőre. Ugyanis valóban egy tanácsadó cégről van szó, ők adtak tanácsot Mennyinek, hogy olyan is kell kiírni azt a nyüves pályázatot ahhoz, hogy aztán le lehessen nyúlni az 500 milliós dellát. Vagy bárki azt gondolta, hogy Mennyi küldte be a minisztériumba személyesen a 15 éves pályázatírói tapasztalata rendelkező Köpeci Bócot is meglepő kidolgozottságú projektjavaslatot? Dehogy is nem! Az egész mögött az agytrözt, a public sector és személyesen Holbok Sándor volt, akinek Köpeci Bócóhoz hasonlóan szintén sok évtizedes múltja van a pályázatok manipulálásában. Az államtitkár úrtól pusztán azt különbözteti meg, hogy ő nem a minisztériumban dolgozott, hanem az ügyletek sötét oldalán, a homályos háttérben. Holbok erős, fideszes háttérember. Szájer József kabinetfőnöke volt, majd a 2000-es években Habony Árpád mellett vett részt a fideszes kampányügyek intézésében. Hende Csaba minisztersége idején a Honvédelmi Minisztériumnak adott tanácsokat, és a minisztérium cégeiben is vezető tisztségeket kapott, és üzletelt többek között Kuna Tiborral, Szijjártó Péter egykori barátjával is. A 168 órának így jellemezte őt az egyik fideszes forrás. Holbok, jó srác! Amióta az eszemet tudom, ő az egyik kapcsolattartó a pártvezetése és az üzleti világ között. Yeah.
Yikes! A vs.hu által hivatkozott 168 óra cikket és az idézetet egyébként a Fideszhez kötődő körök kezében lévő és nemrégiben erőszakos szerkesztőváltáson átesett 168 óra honlapján nem találtuk már meg. Egyébként meg elrontottuk a narratívát. Bocsánat. A grafikusok itt óvatoskodnak, a videódipart meg úgy tűnik túl partizánkodni akar, még nem tartott a cselekmény, hogy a Fidesz kis ujját mennyivel együtt kinyírhatnánk. Ráadásul azóta ő is vígan üzlet el fideszes városokkal, és csücsülbántódás nélkül EU-s pénzeket osztó hedge fundok felügyelő bizottságában. De még itt se tartunk. Ugyanis Holbok Sándor és a public sector, mint hamarosan kiderült, nem csak a borsodi Voldemortnak adott tanácsokat közpénzopás ügyben, hanem más fideszes képviselőknek is. Hatházi Ákosnak tűnt fel, hogy három egymással semmilyen kapcsolatban nem lévő településre ugyanazt a budapesti közbeszerzéseket bonyolító céget hívták meg, a public sektort, aki ráadásul pontosan ugyanazt az anyagot is adta el, külön-külön persze, a településeknek. A három település országgyűlési képviselői Mennyi Roland, Varga István és a Partizán Infok három királyának másodika, Simonka György egymás mellett ültek a parlamentben. Hatházi már akkor feljelentést tett, de a NAV akkor azt visszadobta. Mennyi elítélése után viszont varázsítése elővették az ügyet, és következő hősünk Simonka György körül is fújni kezdtek a harasztot. Ártatlannak és áldozatnak tartja magát Simonka György. Ügyvédjeivel érkezett a tárgyalásra Simonka György. Természetesen nem követtünk el semmiféle bűncselekményt. Nem örülünk annak, hogy itt kell legyünk. A fideszes képviselő ezután bement a tárgyalóterembe, majd ügyvédjével hosszasan egyeztetett. Szigorú hierarchia alapján működő Simonka az ügyész több órán keresztül ismertette a vádat. Azt mondta, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalásról és más bűncselekményekről van szó, amely hazai és uniós pénzeket is érint. Az ügyész Simonka Györgyre 8,5 év fegyházbüntetést, illetve 850 millió forint vagyonelkobzást, feleségére pedig 6 év fegyházat és 11 milliós vagyonelkobzást kért. De kicsoda Simonka György, hogy emelkedett föl, miért volt fontos a Fidesznek? Rovó Attila az egykori Indexen megjelent portréjában így írt róla. A 74-es születésű Simonka saját bevallása szerint 14 évesen került utcára, magát tartotta el, bolti lopásokat is elkövetett. 18 évesen orvadászatba keveredett, majd bevonult a seregbe, sőt, az idegen légióba is beállt, amit önéletrajzában parádésan külföldi tapasztalat szerzésnek hív. Hazatérve 93-ban villamossági szerelői végzettséget szerzett, amiket később kereskedelmi és agrárgazdasági papírokkal is megfejelt. A Horn kormány alatt pedig földeket bérelt, ezzel megalapozva a vállalkozásait. A viharsarok, Dél-Békés lett a főhadiszállása, elsősorban paprikában és dinnyében utazott. Kicsit furcsa ez a dinnye export, de nem az én dolgom. Simonka dinnye biznisze is meglehetősen furcsák voltak. A helyi termelők egyenesen rühelték a kizsákmányoló felvásárlási áraiért. A politikába 2006-ban csapott bele, amikor a békési puszta otlaka polgármestere lett a Fidesz színeiben. A képmutatás csimbora szójához már akkor volt érzéke, miközben a megye egyik fő dinnye felvásárlója volt, tehát, hogy is mondjam, feltehetően még Mészárosnak skálán sem szegény ember, képes volt eljátszani a médiáknak ezt a színjátékot. Sírtásott és temetett is a Békés megyei puszta otlak a polgármestere és a képviselőtestület, mert hogy az önkormányzatnak 65 millió forintos hiánya van. Így amikor egy egyedülálló, vagyontalan idősasszony meghalt, akkor a köztemetésre sem volt elég pénz. A falu ezért összeadta 250 ezer forintot a koporsóra, a képviselőtestület pedig a sírások munkáját vállalta át. Ez az egy kép készült a temetésről. A felvételen a falu polgármestere és a képviselőtestület tagjai látszanak sírásás közben. Ez pedig már a temető, ahol a polgármester mutatja a koszorúkkal borított sírt. Amit tudunk, megteszünk egymásért. Többek között a nénét is közös erővel temettük el, mind a képviselők, mind a lakosság. És mint itt is látszik, még az egyik koszorúra is itt van írva, pusztódnak a lakói búcsúznak. Ekkor még csak egy gazdag falusi fideszes polgármester volt, és bár Orbán Viktornak biztos tetszett a temetés akciója, de ez kevés lett volna ahhoz, hogy 4 év múlva ő legyen a körzet képviselőjelöltje. Amivel feltehetően bizonyította a főnök, hogy méltó a magasabb pozícióra, az az volt, hogy országos hírt keltő konfliktusba keveredett Karsai Józseffel, a megye akkori erős emberével, Dél-Békés akkori országgyűlési MSZP-s képviselőjével és fene gyerekével. A konfliktus alapja természetesen a dinnye volt. Simonka a kartelből szálló, pofátlan árakat kínáló felvásárlók, Karsai pedig a termelők érdekeit képviselte.
Talán az egyik utolsó konfliktusa volt ez a magyar közéletnek, ami magukat balosnak és jobbosnak nevező pártok tagjai között valódi bal-jobb szembenállásként tételeződött. A magát baloldalnak gondoló neoliberális napkelte nem is igazán tudott vele mit kezdeni. Kiarcolták a 30 forintos felvásárlási árakat, ezért abban maradt a blokkád, ugye ez volt a hétvége híre, de közben az volt az embernek a benyomás, hogy ebben is van politika. Legnagyobb megrökönyödésem. Hát, remélem János Bá azóta magához tért a megrökönyödésből, mert ez aztán tényleg a világ botránya, a szocialista párt egy képviselői, a körzetet termelőinek az érdekeit védi egy milliómos agrárvállalkozóval szemben, és ráadásul még politikát is visz a dologba. Hú, ijesztő egy benyomás lehetett. Sok ilyen szerencsére azóta se kellett megbirkózni a Bethlen riporter úrnak. Karsai József egyébként, aki árnyalandó a képet, maga is milliós agrárvállalkozó volt, akkor robbant be a közéletbe, amikor 98-ban tiltakozásul az alacsony felvásárlási ár ellen inkább elégette a búzáját, mint hogy bagóért odaadja. Az akkori földművelésügyi miniszter, az Örök Tornyán József nemes egyszerűséggel agrárterroristának nevezte. Mondjon le, és ne tegye tovább tönkre ezt a szerencsétlen nemzetet. Végül Tornyán volt az, aki kiesett a pixisből, Karsai pedig a nyomott felvásárlási árak ellen, illetve azért, hogy a kormány egészítse ezt ki értelmes összegre, a Fidesz első ciklus alatt végig hasonló eszközökkel küzdött. Tavaly a viharsarokban a gazdák munkagépeikkel vonultak az utakra. Most is hasonló tüntetés szervezéséhez kezdtek Karsai József battonyai gazda vezetésével. Úgy tervezik, a demonstráció sorozat a parlament előtt ér majd véget. A főszervező ma terepszemlére érkezett a fővárosba. A gazdák követelni fogják azt, hogy a 15 vagy 14 ezer eladott kukoricájukat tonnánként egészítsék ki 18 ezerre, 8-10 napra szándékoznak kivonulni, kikeresztbe, kihosszára az utakra, és addig nem jönnek be, amíg ebbe döntés nem születik. Karsai József úgy értelmezte a minisztérium néhány nappal ezelőtti kukoricavásárlási ajánlatát, hogy az már is érvényes. Engedjük le majd földobjuk utána! Így talált rá az agrális mezőgazdasági vállalkozóra az MSZP, és a következő választáson 2002-ben őt indították országgyűlési képviselőjelöltnek szülővárosa Battonya körzetében, és meg is nyerte a körzetét. A hasonló politikai akcióktól megválasztása után sem riadt vissza. A békési dinnyét nyomottáron fölvásárolni akaró Simonka Györggyel és további nagykereskedőkkel szemben ugyanúgy lépett föl, mint 2002 előtt a gabona ügyében. Messzire hallatszik a dinnyetermesztők felháborodása, már az adóhivatal és a földművelésügyi minisztérium is vizsgálja, hogy nem adja-e a beszerzési ár alatt a dinnyét az Auchan. A gazdák hajnalban 1000 mázsa dinnyét borítottak a hipermarket lánc soroksári áruházának parkolójába. Az üzlet ugyan emelte az árat, de a termesztők szerint nem eléggé. Fölhívjon valakit, nem hív föl senkit? Egyelőre. Mert akkor pakolunk lefelé, jó? Otto, kiadna az utasítást, pakolhatunk lefelé. Nem tudta meggyőzni a termelőket a hipermarket lánc. Még azzal sem, hogy mától 49 helyett 65 forintért árulja a dinnyét. A mostanában jelentkező nehézségek közepette, amikor az élelmiszer alapanyagok, valamint az olajárak jelentősen emelkednek, az Auchan továbbra is a vásárlók érdekeit képviseli. A termelők pedig a sajátjukat. Szerintük még a megemelt ár is alacsony, így is alig kapnak kilónként 20-25 forintot a dinnyéért. Ez csak a költségük fele. Még álcába úgy érzem, be is dobják azt, hogy a gazdák barátai, ők a családbarátok, akik éppenséggel 20 forinttal olcsóban adják, és ezek szerint 30 forinttal olcsóban veszik a termelőtől a dinnyét. A termelők szerint az áruháznak legalább 79 forintért kellene árulnia a dinnyét. Ezért borítottak hajnalban több mint 1000 mázsányit a parkolóba. Na szóval ő volt az Karsai József, aki az MSZP színeiben uralta politikailag Békés megyét. Ellene kellett volna valakit virítani a Fidesznek 2010-re. Ez lett Simonka, aki jó ritmusérzékkel és kellő gátlástalansággal akasztotta össze Karsaival a dinnyési fakereket. Kettejük dinnyefronton kezdődött dzsihádja addigra már kölcsönös pereskedésbe, sőt egészen komoly fenyegetőzésekbe torkollott. Verőlegények társaságában fenyegette meg Meggyes Bodzási Értékesítési Szövetkezet vezetője, állította Karsai Józsefet tegnapi mokkában. Most ebből a beszélgetésből idézünk. Nézze, Gabika, megállunk
az bizonyos ember előtt szembe, és mondom, hogy légy szíves, te is írd alá papírt, és mind a hat aláírta, hogy nyugodtan belefér az a 27 forintos ár plusz áfa, mert el lehet most a dinnyét adni, mert nincs ki már a földeken sok dinnye, héten lefut a dinnye. Erre azt mondta, hogy egy év múlva nem leszel képviselő, lelövetlek. Szólok a rendőrnek, hogy jó volna intézkednetek, hát ez még egy év múlva lesz van ide. Most fogok följelentést tenni, hát nem érkezek mindenre, hát tegnap percenként csörgött a telefonom. Ez a dinnyetermelőket képviselő karsaival szembeni, hát bátor kiállás adta a Fideszéknek az ötletet, hogy igazolják le a pártnak Simonkát, mert a délbékési legendárium szerint ezek Orbán szavai, veszett kutya ellen veszett kutyát kell küldeni. Az uralkodó döntése bejött. Simonka 2010-ben magabiztos fölénnyel verte Karsait. Persze ebben az is benne lehetett, hogy a dinnye borogatós Dózsa Györgyöt az MSZP-ben sem kedvelték már addigra túlságosan, és a média sem volt vele a legelőzékenyebb. Karsai József MSZP-s országgyűlési képviselő, bennünk jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Már megint baj van magával. Most lesz a fegyelmi tárgyalása, ha jól tudom, hétfőn. Hétfőn, igen, igen. Mire szám? Most ez melyik? Ez egyikre már kaptam papírt, ez a Ménes birtokot, mikor nem adtuk. Akkor kiszavaztam azzal, hogy azért csak ne adjuk majd a 3 milliós KFT-nek több milliárd értékű lovat bábolnám, vagy épp a választókörzetemben Mezőgyesen, de hát az lezárult azzal, hogy kaptam egy figyelmeztetést. Én azt hittem, ezzel le van zárva az ügy, hisz úgy néz ki, hogy nekem van igazam a nem szavazattal, mert hát már a frakció álláspontja nagyon közel van ahhoz, hogy egyelőre nem szabad a magánbiztosítókat beengedni a pénztárakba, mert nem érett még ez a magyar társadalom. Jó, hétfőn, akkor ezt a biztosítós most a biztosítós dolog lesz tárgyalva. És ő ugye bejelentette előre, hogy nemmel fog szavazni, a frakció azt mondta, hogy ez nem járul hozzá, és ennek ellenére nemmel szavazott. Mert én már 2008-ban azt mondtam, hogy Bajné Gordon alkalmatlan erre, arra nincs szükségünk, hogy ő itt 3-4 000 milliárdos megszigorítás, mondjunk le mindnyájon. Szolgálati közlemény, megszakítjuk adásunkat, trónok harca összefoglaló következik. Miután a gátlástalan szadista hűséget esküdött a hatalomért bármire képes uralkodónak, és a kicsit valami, ha ingadozó, de alapvetően becsületes barátnak a szövetségesei elengedtik a kezét, a szadista kiverte a félkegyelmit a végekről, és onnantól ő lett a hóviharsarok kegyetlen, egyszemélyi zsarnoka. Simonka tehát nem húzta az időt, ez a botrány 2012-ben alig másfél évvel a megválasztása után robbant ki. 2018-ban Boros Krisztina, az RTL Klub házon kívül című műsorának vezetője, már magától értetődő egyszerűsége jellemzi így, mint egy eposzi jelzőket akasztva rá. Nagyhatalmú Simonka György. A nagyhatalmú fideszes képviselő, akitől nagyon sokan félnek. Nagyhatalmú Simonka György, akitől sokan félnek. Vagy ahogy Békésben hívják, a nagy fehér főnök. Hamar megszilárdította tehát hadállásait a végeken, és nem csak politikai, de gazdasági hatalma hízalásának legegyszerűbb módszerére is azonnal rátalált. Ugyanakkor a szövetkezetekkel való bingizés, amivel a borsodi sötét nagyon is próbálkozott, a békési nagyfehér főnök korrupciós portfóliójának csak az egyik szelete volt. A büntetőügyének kirobbanásakor a házon kívül megnézte, hogy hogyan néz ki a fűhadiszállása puszta otlaka. Van egy eldugott zsákfalú Békés megyében, ahová ömlenek a fejlesztésekre szánt milliárdok. Puszta otlaka csak néhány utcából áll, és pár százan laknak itt. Mégis egymást érik a megvalósult beruházásokat hirdető táblák. A munkások most épp az új gyermekotthon épületén dolgoznak az őszi napsütésben. 160 millió forintot költenek rá, pedig a faluban az óvoda és az iskola is bezárt a gyerekhiány miatt.
Korábban jutott pénz az utak felújítására, játszótérre, könyvtárra, templom felújításra vagy kerékpáros túraközpontra, pedig ide még bicikli út sem vezet. Mindenkinél többet dolgoztam a településekért, és mindent kiharcoltam, amit csak lehet. Ez tagadhatatlan. Amellett, hogy mint a kis gömböt zabálta az EU-s pénzeket, az ország dinnye királyává is kinevezték. 2010 óta ő dönt arról, hogy ki, mennyiért és milyen dinnyét termelhet az országban. Ezen kívül pedig a 2008-as temetős sztántjának sikeréből tanulva, ilyen és hasonló videókkal elárasztva a Facebooki átminiszterelnöki példaképéhez hasonlóan, arra is ügyelt a dinnyakörteles nagyfőnök, hogy megőrizze a bratyizós kisemberi midzsét. Van zsíros kenyerünk, lilahagymával, fő a pöri, van, semmi, van házi pálinkán, mindenkit nagy szeretettel várunk. De az idill nem tartott örökké. 2018 őszén váratlanul kiderült, hogy Pol Péter ügyészsége nyomozást indította a nagyfehér főnök ellen, fideszes kisbarátai pedig a parlamentben ellenszavazat nélkül szavazták meg mentelmi jogának felfüggesztését. Az ügyészség vádjait az előbb idézett házon kívül riportere Rédli Balázs pontról pontra összefoglalta. A beruházásokat és eszközbeszerzéseket felülárazták, hogy jogellenesen megnövelt összegű támogatásokat vegyenek fel. Például filléres használt szerszámokat vettek, aztán a gyanú szerint sokszoros áron számolták el őket. Simonka György meghatározta azt is, hogy az egyes beruházásokat megvalósító cégek képviselői a vállalkozói díj mekkora részét, általában 45%-át szolgáltassák vissza neki készpénzben. Vagyis az ügyészség szerint a politikus a kifizetett összeg 45%-át visszakérte a munkát elvégző cégektől készpénzben. A vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd 400 millió forintot. A központi nyomozó főügyészség eddig 29 személyt hallgatott ki gyanúsítottként. Az ügyészség végül 2019. augusztusában emelt vádat Simonka ellen, az előzetes tárgyalást 2020. januárjában tartották, magát a pert pedig októberben. Mindenek ellenére Simonka 2018-ban újraindulhatott Békésben képviselőjelöltként, és surprise, surprise, meg is nyerte a körzetet. Mindebből látszik, hogy Simonka esetében nem egy sötétfejű nagyúrról, egy vanabi tudjuk kiről van szó, mint Mennyi ügyében. A nagy fehér főnök már a fideszes idők előtt is az egyik fő zsigerelője volt a viharsaroknak. A még nagyobb fehér főnöknek pedig ez is, és az ő szavait idézve, veszett kutya természete is szimpatikus volt. Így tehát annak ellenére, hogy maguk a békési fideszesek kezdeményezték Simonka kizárását a pártból, Orbán azóta a büntetőügy megindulása óta sem engedte el a pórázát. A bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsított politikust hivatalában fogadta márciusban, hogy áttekintsék a térség elmúlt 10 évét és a jövő feladatait. Simonka posztja szerint egyetértettek abban a miniszterelnökkel, hogy az irány jó. Ezután júliusban, amikor Orbán, ahogy a Facebookon fogalmaz, bajtársakkal találkozott a miniszterelnökségen, nos, ezen között a bajtársak között természetesen szintén ott volt Simonka is. Orbán Viktorról egy közös fotó is készült Simonka Györggyel. Ezt a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással is gyanúsított fideszes képviselő rakta fel a saját Facebook oldalára. A délbékési politikus a színpad közeléből figyelte Orbán Viktor beszédét, majd arról is kirakott egy fotót, ahogy elhagyja a miniszterelnökség épületét. Aztán szeptemberben egy hosszú interjú jelent meg Simonkával a Pesti Srácokon, ahol amellett, hogy azzal magyarázza az ellene folyó büntetőpert, hogy az ügyészek be akarnak vágódni az ő meghurcolásával, egy következő ellenzéki kormánynak... Szóval Orbán Viktort is említi. Állítása szerint beszélt vele büntetőügyéről, és a miniszterelnök csak annyit kérdezett, hogy bírja. Mindenki nyugodjon meg, egyre jobban válaszolt a Simonka. Van is oka Simonkának, hogy jól érezze magát, a Magyar Narancs szeptemberben hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amin szintén meglehetős magabiztossággal beszélt a kérdésről. Fölfogadtam egy stábot, akinek az a dolga, hogy megbizonyítsa, hogy nekem van igazam. Az is igaz, ha már itt tartunk, az is igaz, hogy 3 évig csöndben voltam. Nekem azt mondták, hogy hallgassak, mert a bírósági eljárás előtt nem mondhatok egy szót se. Ez októberben fog megvalósulni. Azért kezdtem el májusban beszélni erről, mert május 12-re volt kiírva az első napi tárgyalásom, ahol egyébként elmondhatom, és el fogjuk mondani, és be fogjuk bizonyítani, hogy a vádirat az nullás. Ugyanis nincsenek meg a törvényi feltételei, és hasonlítésszerűen olyan ügyészek csinálták ezt meg a kamerában, mondom, akik azóta már mind ki vannak rúgva. A vádirat nullás, az ügyészek ki vannak rúgva, a legfelsőbb ügyészség persze azonnal reagált, hogy azért ez nem így van.
mert igazából nincsenek is kirúgva, egyáltalán senkit nem rúgtak ki az üggyel kapcsolatban, pusztán a véletlennek köszönhető, hogy az ügyön dolgozó három ügyész közül egyet felmentettek, kettőnek pedig közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonya, de kirúgni azt aztán senkit nem rúgtak ki, ki van zárva. Mindezek után tartották meg a tárgyalást októberben. A délbékési képviselőnek jelenleg is zajlik a büntetőpere. Az ügyészség vágya szerint érintett egy milliárdos csalási ügyben hálózatot épített ki állami és uniós támogatások megszerzésére, és a beruházásokat megvalósító cégektől 45%-ot kért vissza készpénzben. Simonka György ártatlannak vallotta magát. Szóval az ügyészek repültek, Simonka mindent tagadott, de az ügynek persze még nincs vége, várjuk a fejleményeket. Minden esetre az látszik, hogy nagy erők mozdultak meg a békési Dinnye király megmentéséért, és egyelőre sajnos eléggé úgy tűnik, hogy ügyében nem a konkrét eset, hanem a személyes lojalitás bizonyítékai lesznek majd a döntőek. De azért reménykedjünk benne, hogy a NER mindent mozgató szerzőjében legalább annyi igazságérzet lesz, mint a trónok harcáiban, ugyanis a Simonka által alakított veszett kutya karakternek sorsát pontosan kijelölik a dramaturgia törvényszerűségei. My hounds will never harm me. You haven't fed them in 7 days, you said it yourself. They're loyal beasts. They were. Now they're starving. Jaj, ez fájhatott. Hagyjuk hát a veszett kutyákat, és evezzünk is. Boldogabb! Ha! Vizekre. És a magyar legyen a legnagyobb nemzet a Kárpát-medencében, és a legmeghatározó, ezt a medencét irányító nemzet. Ennek jegyében felkérem a hölgyeket, hogy akkor kezdjük meg a lekvár kifőzését. Boldog István, aki a gumimacik mellett az egyetlen olyan szereplője a magyar nyilvánosságnak, aki szentül hiszi, hogy mindenféle gyümölcsökből főzött kotyvalékokkal szupererőre lehetne szert tenni. Szóval Simonkához hasonlóan Boldog István is polgármesterkedéssel kezdte politikai karrierét, de sokkal régebben, mint a békési nagyfőnök. 89-ben lett tagja a pártnak, méghozzá párt történetben alapvető jelentőségű Szolnokon. Lévai Anikó szülővárosában, ahol egy ideig Orbán Viktor is élt. 94-ben a Fidesz színeiben két pópolgármester lett, és ezt a posztot 20 éven keresztül megtartotta. Még nem összeférhetetlen lett országgyűlési képviselői mandátumával a polgármesterkedés. De ami mindezeknél sokkal fontosabb, 2006 óta igazolt játékosa a kétpói KSE megye 3-as labdarúgó csapatának. A kengyelen se támadója megindul, de kétpói játékosa 66-os számmal játszott Boldog István a sprinter utoléri és biztonságosan semlegesíti a támadást, majd előrévél a labdát, Boldog! Boldog Istvánnak nem a foci az egyetlen hobbija, színes személyiséggel van dolgunk. Nem véletlenül nevezik néha szűke pátriájában a nagykunság Orosz Mihály Zoltánjának. Kettejüket nem csak a beöltöző szerepjátékhoz való, mély, erős vonzalmuk kapcsolja össze. A buziknak a kamionjára akarok felmenni, nem melegek, buzi. Miért? Én oda buzi kamionra akarok felmenni, nem ért is? Ezt akarom megmutatni. Se heteroszexuális, se LBTQ, se semmilyen felvonulás, mindenki a négy fal között végezze a dolgát. De Boldog István érvet, aki lelkitársától eltérően a kormánypárt teljes merszélességű támogatásával építgethette hagymázas légvárait. Legnagyobb szabású projektje a részben EU-s pénzből megvalósított történelmi Magyarország emlékpark. A 600 fős kétpón. És persze nem azért lett ott létesítve, mert Boldog 94 óta a település polgármestere volt. Nem, dehogy. Saját elmondása szerint egy szibériai tuva sámán javasolta, hogy a falu határa csak úgy áhítozik egy kis EU-s pénzben megvalósított Trianon emlékparkra. Ja, és nem tudtátok volna, Adigji Tuva sámán nem csak Boldognak adott tanácsokat, komoly szereplője a magyar politikának. A parlamentbe is meghívták, hogy sámán tárcával üzze ki onnan a gonosz szellemeket, és megexorcizálja a Szent Koronát.
Atyám! És ez még nem lenne elég, Boldog Kétpól játszóterének átadására maga a házelnök, Kövér László ment el magyar sorsot csiratni. Isten áld meg a magyar jó kedve bőséggel. Ezen a réten sokat szenvedtem, mert a tornatanárunk mindig itt futtatott körbe bennünket. Na forduló vagyon a föld életben, sorsfordító légyen ősi nemzetedben. A Kétpói Történelmi Magyarország Emlékpark terve és megvalósítása azt mutatja, hogy Kétpó népe ugyan kis közösség, de nagy lélekkel bír. Elnök úrnak először az oldó, és akkor most figyelem. És hogy végképp Árpád sávos cukormás sokkot kapjon mindannyiótok, egy év múlva a Kétpói Emlékparkban, amint arról az egykori indexes Németh Tamás cikkéből értesülhettünk, egy Trianon rockoperát is előadtak. Közmédiában sokkal több nemzeti rockot adnának. Egy kis romantikus erőszakot. Na de nem, ilyen izé és semmi romantikus erőszakkal próbálkoztak Boldognak, aki az összes próbán is ott ült, saját falujába igazi, progresszív, kortárs, színház és tánc, művészeti opusz kellett, hogy modern, a mai fiatalokhoz szóló nyelven mesélje el a magyarság tragédiáját, amit természetesen ő maga vezetett fel. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Na jó, akkor mondjon, mit akar, aztán hagyjon nekünk békét! Pont ezt nem akarom. Mit? Békét hagyni. Akkor mit akar? Hát sok pénzt. A pénz vagyok! És akkor mindez képest már tényleg csak hab a tortán, hogy a Boldog által szervezett rendezvényeken, mint például a Betyár Ételfőző Fesztivál, vagy az Alföldi Lekvárfőző Fesztivál, szóval mindennapi dolgok, szóval ezeken rendszeresen az új magyar gárda biztosítja a rendet a felhőtlen szórakozáshoz. 17-én kerül megrendezésre a második Alföldi Lekvárfőző Fesztivál, amelyen kiváló szórakoztató programok lesznek, reggel 9 órától már lovasverseny van, délben jó ebédhez szólanóta, sőt már 11 órától. Boldog működése nem csak a programszervezésben, hanem a közpénzből épített átadásokban sem korlátozódott kizárólag Trianon parkjára. A 600 fős település felújított iskolájának átadására maga a modern településekért felelős kormánybiztos utazott el a Nagykunpusztákra. A település akkori fideszes polgármestere, Keresztes Péter Pál, ismerjük el, méltón is fogadta. Hölgyeim és uraim, felkérem Keresztes Péter Pált, Kétpóközség polgármesterét ünnepi beszédének megtartására. Kormánybiztos úr, államtitkár asszony, országgyűlési képviselő úr, alelnök és asszony, kormánymegbízott úr, járási hivatal vezető úr, igazgató asszony, lelkész úr, projektmenedzser úr, kunkapitány úr, polgármester asszonyok és polgármester urak, és minden kedves megjelent vendéget tisztelettel köszöntök mai átadó ünnepségünkön. Na, de boldog is vagyunk, ennél azért huszárosabban oldotta ezt meg. Kormánybiztos úr, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket az én iskolámban. Őszinte igaz nerbeszéd ez, amire én jártam ki a pénzt, az az enyém. Egyébként megszólítani csak azt kell, aki fölöttem van, a polgármesternek az alelnök kisasszonytól, a projektmenedzser úron keresztül, a kunkapitány úron át fél Magyarországot, az országgyűlési képviselőnek kizárólag a kormánybiztost. Aki természetesen meg is indokolt, hogy a modern városok kormánybiztosaként mit keres egy pár száz fős faluban, aminek a lakossága egyébként csak tovább csökkent boldog regnálása alatt. Az egyik ok
amiért nagy örömmel jöttem két póra, az az ő személye. Mert hogy ha van ma Magyarországon, a Magyar Országgyűlésben olyan országgyűlési képviselő, akinek nem csak hogy szívügye a magyar falu ügye, hanem talán a leglelkesebb harcosa is a magyar falvak érdekének, akkor az ő. Kormánybiztos, ide barátság, oda a faluért való áldozatos munka, amoda. Boldog Isten úgy tűnik, mégiscsak kiesett a legfelső körök kegyeiből, de akkor hogy? Hát főzött lekvárt, szervezte a Trianon emlékműsort, meg is építette azt a nyüves... Bizonyosan az is alatba esett, hogy a 25 éven keresztül általa irányított két pót 2019-ben elvesztette a Fidesz, és a független színekben induló Virágné Lukács Gabriella lett a polgármester. De feltehetően nem csak erről van szó. Az elmúlt években két pó erős ember a szomszédos Kengyel faluval, a jelek szerint nem csak a megye háromba rúgta össze a port. Kengyel szintén fideszes polgármesterével, Nagy Szilárddal ugyanis boldog, évek óta tartó bensőséges rossz viszonyt ápolt, Facebook posztokban küldték el egymást az anyjukba, például a helyi sokszemélyi utak rossz minősége okán. Itt állunk a Törökszent Miklós Martfő összekötő úton, ahol láthatólag óriási kamionok közlekednek. Ma reggel megírtam Váncsa Zoltán igazgató úrnak a levelet, amelyben kérem, hogy tiltsák ki innen ezeket az óriási kamionokat, azaz helyezzék vissza újra a 20 tonnás korlátozó táblát, ami egyszer már ki volt helyezve, csak Nagy Szilárd Kengyel polgármesterének kérésére ezt a táblát levették. Nagy persze azonnal visszaszólt kétpói kartársának, és pedzegetni kezdte, hogy faluja gyanúsan rosszul szerepel az uniós pályázatokon. És ezért természetesen a mindenféle Trianon parkokra hatalmas forrásokat leakasztó boldogot tette felelőssé. Nagyot végül ejtette a Fidesz, viszont ő azután Hatházi Ákosa együtt kezdte sarazni boldogot, és fenyegetni őt biztonságba helyezett információkkal. Ekkor Nagyot már sikkasztásért ítélte el a bíróság, de viszonylag olcsón megúszta. Ő pedig azóta sem hozta nyilvánosságra boldogra nézve terhelő bizonyítékait. Viszont hamarosan megindult az eljárás, két pói riválisa ellen. A 168 óra egykori cikke szerint Nagy vádalkuval segítette az ügyészeket a Boldog elleni büntetőügyben, és az ő segítségével derítették fel Boldog uniós pénz lenyúló hálózatát. Boldog István fideszes képviselő és Nagy Szilárd Kengyel korábbi polgármestere, ő az, aki Boldog István ellen tett vallomást, így indulhatott el a nyomozás a képviselő ellen. Az ügyészség gyanúja szerint választókörzetében csak azok a települések kaptak uniós támogatást, amelyek a képviselő által kijelölt cégekkel dolgoztattak. Nagy Szilárd a 24.hu-nak azt állította, miután vallomást tett, Boldog István megfenyegette. Ezt az RTL Híradónak is megerősítette. Boldog István folyamatosan presszionált engem. Miután vallomást tettem az ügyészségen, megkaptam a személyi védelmet, amely jelenleg is él. Kaptam egy telefonszámot, amelyet éjjel-nappal hívhatok, hogyha azt érzem, hogy az ügyből kifolyólag a személyem biztonsága veszélybe kerül. Az ügyészség kérdésünkre annyit közölt, hivatali vesztegetés elfogadásának büntette és más bűncselekmények miatt indítottak eljárást. Azonban arra a kérdése, hogy Boldog István valóban megfenyegette Nagy Szilárdot, idézem, válasz nem adható. Az ügyben szeretük volna megszólaltatni Boldog Istvánt is, a fideszes képviselőt kerestük a párt frakciójának sajtóosztályán keresztül, de nem sikerült elérnünk. Boldog István tegnap az állami hírügynökségnek azt mondta, tiszta a lelki ismerete, és ő is megszavazza mentelmi joga felfüggesztését. Simonka Györgyhöz hasonlóan az ő törvényalkotási rendeletét sem vetette vissza, hogy mindenféle kolt ügyekkel próbáljuk az ügyészség lelassítani. A 444-es Botos Tamás szúrta ki, hogy a nyári uborka szezon közepén Boldog interjút adott a Mezőtúri Televíziónak, amiben elmondta, elengedhetetlen fontosságú törvényjavaslatokat tett le a Fidesz frakció asztalára. Tudomásul kell venni, hogy az Antifa az egy olyan szélsőséges mozgalom, amely veszélyezteti az emberek életét. Itt Magyarországon ma még csak azt láttuk, hogy amikor voltak a tüntetések ott karácsony környékén és karácsonyfát romboltak, akkor a vörös zászlóikat vonulgattak és megpróbálták meggyalázni ugye a mi hitünket. A pedofilok az egy régi javaslatom, hogy kasztráljuk a pedofilokat, ez gyakorlatilag Nyugat-Európában működik. Én azt gondolom, hogy sürgősen át kell ezt vegyük. Súlyos büntetéseket kell adni a pedofiloknak, és természetesen a kémiai kasztrálást ezt mindenképpen végre kell rajtuk hajtani. El kell venni a lehetőségét is annak, hogy egy pedofil többszörösen visszaeső tudjon lenni. A kémiai kasztrálás erre jó, mert megszünteti azt a lehetőséget, hogy visszaesők legyenek. Mindeközben főhadiszállásán két pont
Továbbra is vidám a hangulat, csak úgy, mint regnálás alatt. Bár lehet, hogy pont büntetőügyének híre szabadította fel a kedélyeket. Mindenesetre az idei nőnap alkalmából nagy bulival és még nagyobb okosságokkal kedveskedett a falu lányainak. Hogy kivette fel a videót, nem tudjuk, de a mozdulatból itt játszatok vissza még egyszer? Azaz, igen. Szóval annyit hadd engedjünk meg magunknak, hogy boldog képviselő urat képzeljük a kamera másik oldalára. De ha már itt tartunk, számára és a többi perrel fenyegetett kiskirály számára már nem elég, ha vigyáznak, azt a legyet már jó mélyre sikerült bekapni. Számukra és minden összerabolt birodalmának gyüledezésétől tartó oligarchának az alábbi nótát küldenénk sok szeretettel szintén a két pói nőnapi buliról. Mennyi borsodi fellegvára beszakadt. Simonka békési főhadiszállásának védelmére nagy erőkkel indultak be a vezénylő tábornok úr légvédelmi ütegei, boldog nagykunsági nemzeti szín jurta komplexumáról pedig még nem tudjuk, bírja-e majd a súlyt, vagy sikerül elhessegetni a narancsvirágos karvagy cínegét. Ám ez a cínege nem csak a mai adásunk három hősének a kuli pintyójára repült rá, a G-nap óta a rendszer más kiskirályai és alvezére is bekapták azt a bizonyos legyet. A legismertebb ezek közül Győrbe bukott polgármestere, aki nem csak legyet, hanem valami egészen mást is bekapott a kiszivárgott videófelvételek alapján. Borkai 2010 óta Győrnek és környékének teljhatalmú ura volt, és ugyanolyan pofátlan módszerekkel gazdagodott hűbérbirtokából, mint bemutatott alföldi kartársai. De ez nem volt mindig így. A zsíros bödönhöz való hozzáférést kemény belsős harcban vívta ki 2006 és 2010 között. Most tehát a Fideszben is sokan örülhettek a bukásának, és a pártközpont is valószínűleg inkább csak krokodilkönnyeket ejtettek érte, vagy még az se. Sokan sokat is tisztességesen dolgoztak azért, hogy teljesítményt mutassanak fel. Erre most Borkai úr előállítja ezt a helyzetet, mások tulajdonképpen bizonyos mértékig az egész közössége kontójára. Én nem is tudom, nem érzi, hogy mi lenne a kötelessége? A borkai botrány kiiktatott egy újabb kiskirályságot, alkalmat adott ugyanis arra, hogy a pártvezetés sakban és félelemben tartsa a megmaradt apparátust és holdudvart. Ezen kívül az, hogy Borkai pucérsége akadályok nélkül villámsebességgel öntött el az egész magyar médiát, arra is felhívta Orbánik figyelmét, hogy minden próbálkozás ellenére... Karácsony Gergely tavasszal még azt sem tudta, hogy hol van Csepel. Szóval, hogy a gátlástalan hazudozás és ferdítés, hogy a beleöltött 100 milliárdok ellenére, ha igazán nagy a gebasz, mégse működik a fideszes sajtóhálózat. Pedig 2019 óta még egy közép-európai sajtó és média alapítványt is összegrundoltak, példanélküli pofátlansággal. Emlékeztetőül ez a híres neves KESMA, amelybe 19 elején a kormánypárti médiák majdnem mindegyike ingyen ajánlotta fel magát a kormányzati kartelnek. Ennek a vezetője lett Liszkai Gábor. A borkai botrány kezelése tehát az ő körmére is ráégett. A párt felső vezetésében ugyanis általánosan nézett, hogy a 19-es EU és önkormányzati választásokon elért már a hol jó eredmények nem a KESMA miatt, hanem annak ellenére történtek. 19 ősze után tehát vezér áldozat kellett. Pedig Liszkai Gábor évtizedek óta a Fidesz médiák Lord Varisa volt, aki a 90-es évek óta meghatározó mérnökként dolgozott a Simicska médiabirodalomban. Többször tűzpróbán is átesett, többször megmérettetett és méltónak találtatott. Simicska és Orbán háborújának kitörésekor például Liszkai egyértelműen Simicska emberének számított, viszont a G-napon egy szempillantás alatt hagyta ott Lajos barátot és állt át Orbán köreibe, ahol elnyerhette a Media Works vezetését cserébe. Maga a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány is az ő balatoni dácsájában alakult meg. De az általa hatalomra segített KESMA sárkány tüzét már ő sem állhatta. Trikaris. Thank you.
és a sárkány tűz nem csak a médiát, hanem a legmagasabb szinteket, az arany vértjükben gyanútlanul áldogáló banki szektort is elérte. Jó, akkor most jelezném, hogy életre elég trónokharcát láttam már, értjük az üzenetet, mindenki megdöglik. Térjünk vissza Magyarországra, a vezéráldozatok vezér áldozatához, a csődbe ment Széchenyi Bank vezetőjéhez, Töröcskei Istvánhoz. A hitelszövetkezetnek 6000 betétese volt, nem juthattak a pénzükhöz, mert a Magyar Nemzeti Bank megtiltotta a betétek kifizetését. A hitelszövetkezet csődje miatt nyomozás indult, amely nemrég vádemeléssel zárult. Megbilincselve vezették ki a bíróságról Töröcskei Istvánt, a Széchenyi Bank volt tulajdonosát, ő az egyik vádlott a Széchenyi Hitelszövetkezet ügyében is, de júniusban nem ezért tartóztatták le, hanem mert a gyanú szerint csődbe vitte a részben állami tulajdonú Széchenyi Bankot. Az ügynek gyanúsítottja Vörös József, Mészáros Lőrinc ügyvédje is. Töröcskei Istvánt a II. Orbán kormány idején nevezték ki az államadósságkezelő központ élére, amit 2011 és 2015 között vezetett. A Fidesz szerint a mostani vádemelés azt bizonyítja, hogy Magyarország jogállam. De Töröcskei István nem pusztán az adósságkezelő vezetője volt, annál sokkal több. Pályáját még a rendszerváltás előtt a Magyar Nemzeti Bankban kezdte, ahol a jobbos gazdasági körökhöz közel került főnöke, Boros Imre révén, aki az Antal kormány minisztere, majd az Echo, később a Hír TV gazdasági megmondó embere lett. Később Borosnak és Töröcskeinek közös üzleteik is voltak. Mivel nyilvánvalóan fogalmat sincs arról, hogy kicsoda Boros Imre, de tényleg a leghalványabb fogalmat sincs róla, jól mondom Norbi, hidd el, hogy szerencséd van, mi ezt magunkról nem mondhatjuk el, és ha már károsultjai vagyunk Boros Imre közéleti álmok futásának, tévedtől megkímélünk, de azért ízelítőnek abból, hogy Töröcskei, hangsúlyozom, a Magyar Hitelbank és az államadósság kezelő későbbi vezetője, mégis mi a túron szocializálódott, hát azért legalább ennyit muszáj megosztanunk. És akkor itt jön az, hogy nem értjük, hogy akkor mi a bánat is van itt. Mély bontanak szobrot, Lee tábornokot föl kell borítani, most már Washingtont is föl kell borítani, mindenkit föl kell borítani. Semmi egyébről nincs szó, mint az általános menetről a zavarkeltés. A zavarkeltés, ami végül is azt a képet sugározza majd az amerikai közönségnek, hogy Trump, hát az egy elvetélt ötlet, azt le kell söpörni a pályáról. Ugye én úgy értesültem több forrásból, még azok a románok is, erdélyek, akiknek az őseik is már ott voltak, tehát nem akiket betelepített a csau, és napi kérdésekben nincs semmi különösebb vitájuk az ott élő magyarokkal, de ha leülnek egy pohár bor mellé, vagy szújka, vagy pálinka, akármi, és akkor fölvetődik a kérdés Magyarországról, hogy hát miért nem adtok autonómiát, hát máshol is van. Erre pillanatok alatt kijön belőlük egy nem is biztos, hogy a pálinka okozta stressz hatására egy mondat, hogy hát csak nem gondoljátok, hogy egy kis Magyarországot csinálunk Románián belül. Imre bár rémálmaiból kiszabadulva, Töröcskei rendszerváltás után azonnal nagy menő üzletember, majd a Magyar Hitelbank elnök vezérigazgatója lett. A bank a 94-es választásokon 1 milliárd forinttal támogatta a majdnem kieső Fidesz és az MDF kampányát. Töröcskei természetesen Simicskával is jobban volt, és a Magyar Hitelbankon keresztül a Simicskához kötődő Mahírnak próbálta átjátszani a Szabadföld, Mai Nap, Reform című, akkoriban nagy példányszámmal futó újságokat. Igaz a hír, megállapodtunk a Murdochékkal, és gyakorlatilag átveszük a Mai Nap kiadót. Aláírták-e már a szerződést? Aláírtuk már a szerződést, meg is érkezett a visszaigazolás. Hány százalékkal részesedik a Magyar Hitelbank a Mai Nap részvényeiben? Ugye 50%-uk volt, mint a Mai Nap újságnál, meg a Mai Nap kiadónál, ugyanígy 50%-ot a Reformnál, ezt az 50%-ot vettük át. A jobboldal választási veresége miatt ez akkor nem sikerült, de Töröcskeire ezután a Fidesz évtizedeken keresztül aféle második vonalas eminenciásként számíthatott. Ezt, amikor kormányra kerültek, például különböző energiavállalatok vezetői testületeiben való posztokkal jutalmazták. Eközben Töröcskei saját portfóliót is építgetett a gazdaság szinte valamennyi ágazatát lefedve. Volt broker cége, borászata, csurrant, cseppent a piszkos 12-ként elhíresült állami gazdaság privatizációjából, befektetett energetikába és a biztosítási piacba is.
amikor a Fidesz ellenzékbe szorult, akkor pedig rendre tolta a pénzt a gazdaságilag értelmezhetetlen, politikai szempontból azonban fontos üzletekbe, például a Hír TV-be vagy a Magyar Nemzetbe. Többek között ezt honorálták, amikor 2010 után az Államadósság Kezelő Központ élére rakták, ahol egészen 2014-ig a Széchenyi Bank bedőléséig maradhatott. Estére aztán lemondott Töröcskei István, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója. A Kormány.hu szerint részben a Széchenyi Banknál történtek miatt távozik. És jött a G-nap, és Töröcskeinek, mint Simicskához kötődő embernek onnantól elkezdett hanyatlani a csillaga. Őt nem egy huszárvágással végezték ki, mint Simicskát, hanem szépen lassan. Bolt Péter ügyészségének hathatós közreműködésével. A média elömlesztése a megbilincselt képeivel csak a végső döfés volt. Megbilincselve rendőrök gyűrűjében vezették ki a bíróságról Töröcskei István egykori bankvezért, a Széchenyi Bank volt tulajdonosát. Az ügyben 5 éve folyik eljárás, kedden összehangolt rendőrségi akcióban csaptak le a bank egykori vezetőire. A nyomozók egyszerre 20 helyszínen jelentek meg, közte a mögöttem látható budai társasházban is. Adatokat és bizonyítékokat foglaltak le. 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 9-et őrizetbe is vettek. Töröcskei István mellett feleségét, illetve egy harmadik embert is letartóztattak. Töröcskei történetén látszik a legjobban, hogy a mostani fideszesek elleni nyomozásoknak, eljárásoknak, pereknek nem az igazságszolgáltatáshoz, hanem kizárólag a NER-en belüli leszámolásokhoz van köze. Nyilván valószínűsíthető, hogy Töröcskei sok mindent elkövetett, amivel jelentősen apaszthatta közös forrásainkat. Hogy ez tényleg így volt-e, azt majd bízunk benne, igazságosan eldönti a független magyar bíróság. De tegyük már a szívünkre a kezünket, vajon a rendszerváltás, a különböző MSZP és Fidesz kormány a korrupcióra alapuló hatalomgyakorlása mellett, és neveket most nem említve. Melyik magyar topbankár az, mondom, neveket nem említve? Szóval melyik magyar magasrangú bankember az képekkel sem sugallva, köszönöm. Szóval a korrupcióval átszőtt magyar gazdasági életben maradhat-e bárki, gyerekek, most komolyan, a Saskabaréból igazoltuk a grafikusunkat? Ütöttük már az öreget, amúgy is eleget, jó, nyilván nem eleget, de azért elég sokat, nem? Na, mehetünk? Szóval, nem akarom azt állítani, hogy Töröcskei ártatlan, de őszintén a magyar közélet korrupció mocsarában el tudjuk képzelni, hogy maradt olyan magasrangú banki vezető, köszönöm, szóval, hogy van olyan magyar topbankár, aki, már ez bankáron egyáltalán lehetséges, szóval aki egész karriere alatt becsületes maradt. És akit egy találékony ügyész, ne kezdjük újra, jó? Egy találékony ügyész ne vitethetne el akár már holnap bilincsben, aki úgy tudott a csúcsra kerülni, hogy szigorúan őrizte az integritását, és nem szolgálta ki valamelyik hatalmat. Mikor? Melyiket? Amikor melyiket? Mikor? Melyiket? A harmadik köztársaság kaotikus történetének ez sajnos az egyik állandó mottója volt. Aki valamilyen hatalomhoz akár csak áttételesen kötődő területen érvényesülni akart, annak ilyen vagy olyan módon meg kellett kötni a maga díjét az éppen aktuális hatalommal. Így aztán azokra, akik már a hatalmi pozícióban vannak, mind könnyedén rá lehet húzni a vizes lepedőt. Mennyi Simonka, Boldog, Borkai, Liszkai, Töröcskei. A sort még hosszan lehetne folytatni. Mondhatjuk azt, hogy örülünk neki, hogy végre elnyerték méltó büntetésüket, és hát örülünk neki, de ne dőljünk be annak, hogy belső leszámolásai Dajcs Tamást is bevetve próbálja úgy kommunikálni a Fidesz, mintha mindez a demokrácia és a független igazságszolgáltatás ékes bizonyítéka lenne. Ez is azt mutatja, hogy Magyarországon törvény előtti egyenlőség van, és tökéletesen másodrangú, hogy egyébként kinek mi a politikai meggyőződés, vagy milyen értékeket val. Szépen hangzik, még az ő szájából is, de valójában ezek a büntetőperek pont az ellenkezőjét bizonyítják annak, mint amire ő hivatkozik. Amíg legalább a betyárbecsület működött Fideszék körében, addig legalább lehetett tudni, hogyha beállsz a sorba, békén hagynak. Már ez sincs. Orbán és köre bárkivel bármit megtehet. Teljes a kiszolgáltatottságunk. Mi itt a Partizánban mindig leszögezzük, hogy Orbán rendszerét totalitárius diktatúrákhoz hasonlítani, még ha érzelmileg érthető álláspont is, mégis teljességgel megalapozatlan, sőt politikailag kontraproduktív. Ebben, és tényleg csak ebben szűkre szabottan
Még akár Bajer Zsolttal is egyetérthetünk. Ki Sztálint és Orbán Viktort egy lapon említi, na az mind sötét gazember. Jó, most már menjél ki. Én most mégis megkockáztatnám, hogy Bajer szemében sötét gazemberré váljak, ha valami isteni kegyelemből esetleg nem lennék már úgyis az. És mégis fölsejtetnék egy párhuzamot. És nem csak Sztálin Szovjetuniójával, hanem általánosabban minden autoriter rendszerrel, ugyanis az ókori Egyiptomtól és Rómától, az abszolutista II. Fülöp és 14. Lajos spanyol és Franciaországán át, Sztálin Szovjetuniójáig és Rákosi Magyarországáig, minden rendszerben, ahol az államhatalom egy személy kezében futott össze, hasonló mechanizmusok alakultak ki. Miután az állam ártalmatlanná tette külső riválisait és ellenségeit, a saját emberei ellen fordult, és azoknak kezdtek el hullani a fejei, akik korábban épp a lefejezéseket végezték. És mindennek nem csak trónok harcaokai voltak, az, hogy egy Simonka, egy Liszka, egy Töröcskei bukhat, az, ha nem is rögtön tetten érhető, de mint a guánó egymásra rakódva tovább erősíti az állammal szembeni kiszolgáltatottságunk érzését. Sinkó Ervin magyar kommunista író, aki a sztálini tisztogatások magasabb fokozatba kapcsolásakor éppen Moszkvában élt, így írt a leszámolások társadalmi hatásáról. Így módon keletkezett az egyének az a teljes pszichológiai és tárgyi elszigeteltség az állami apparátus hatalmával szemben, amely miatt valami módon kivétel nélkül mindenki elkerülhetetlenül áldozatává vált az általános demoralizációnak. Ha nem a félelem, akkor a teljes tehetetlenség megismerése volt az, ami fölidézte és elmélyítette minden egyes emberben ezt a mind nagyobb demoralizáltságot. Valamiféle egyéni kezdeményezés annak érdekében, hogy az eseményeknek más irányt adjon, önmagában oly abszurdum volt, amilyen senkinek eszébe se juthatott. A legkedvezőbb esetben az egyes ember csak afelől gondolkodhatott, hogy milyen módon alkalmazkodjék egy fölülről az ő személyes kívánságától és akaratától függetlenül teremtett helyzethez. Nincs az a magánzárka, amelyben az ember annyira el van szigetelve, mint amennyire minden egyes embert elszigetel, elválaszt a másiktól, és a többi embertől az az ellenállhatatlan szuggeszió, amely szerint az államapparátus mindenható, az egyén pedig reménytelenül és minden időkre tehetetlen. Szóval bármekkora Simis is voltál, Töröcskei bankigazgató úr, bármennyire gátlástalan Pernhajder is voltál, az Adrián lyukaszoknyiban fekete pálkózó bajnokunk, és bármekkora... sötét gazember. ...is voltál, drága tudjuk ki, nagyhatalmú Simonka képviselő úr vagy, kedves boldog sportárs, és bármennyire is örülünk, hogy végre elkapták, vagy el fogják kapni a bűnös seggetek, az igazságszolgáltatásba vetett hitünk ettől nem erősödött, hanem inkább gyengült. Így hát bármelyikötöknek mondhatnánk, hogy sajnos nem lesz kevésbé korrupt, sem igazságosabb, a magyar közélet nélküled. Felkérem a hölgyeket, hogy akkor kezdjük meg a lekvár kifőzését. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Nagyon köszönöm a figyelmet, ez volt a Partizán Info erre a hétre, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, itt a feliratkozás gombra, eddig még nem tetted volna meg, és ha van lehetőséged, kérek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje szintén található a leírásban. Ha van bármilyen véleményed az elhangzottakkal kapcsolatban, de nagyon vigyázz, hogy mit mondasz, mindenképpen jelezd nekünk a komment szekcióban, van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbinak Partizán Társalgó a címe. Oda is várunk, hogy tudjunk beszélgetni az elhangzottakról. Munkatársai néven köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk egy hét múlva hamarosan. Ciao. Még nem értheted, amíg nem éltél, nehéz éveket.